esélyezres kameratesztet csinálunk. Most így, hát így a számnál tartom, mint egy fényképezőgépet. Mondja, 14-jel megyünk. Most elfordítom jobbra. A szélzaj teszt kedvéért. Egyenesen. Nem tudom, hogy mennyire hallatszik be a hangom, illetve mennyire zavaró a szélzaj. Most egyenesen. Tartom, 27-tel megyünk, kicsit szembe fúj a szél is. Most leteszem a kamerát ilyen kormány magasságba. Kíváncsi vagyok, hogy itt mennyire hallani a hangomat. Hát valószínűleg itt már sem ennyire. Fordítom balra a kamerát. Itt az előbb jöttünk egy 30-33. Ahogy nagyon ne guruljunk fel, mert akár mászhatunk vissza. Hoppá. Ott van az út felfelé, azt mondom. Szabály kesztyűvel úgy csúszik. Na most a kamerát felteszem így a fejemre. Hát most inkább olyan, mintha egy sisakra felcsavaroztam volna. Így most szembe tartom. 18-al megyünk. Elfordítom balra, vagy ez jobb mondjuk. Most így elfordítom balra. Nem tudom, így behallatszik a szélzaj. És akkor így előre. Akkor ez van így sisakon. Durván. Hát kb. Olyan magasságban, mintha sisakon lenne. Valamit így beszélj, mert arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire hallatszik be, aki egy autó. Mellettem jön. Jön egy autó. Jó? Hol lévünk? Fogalmam nincs, hogy hol vagyunk amúgy. Valahol Budán kolbászolunk. Az a baj, mert kezd lemenni a nap. Azt még nem is próbáltam, hogy most ugye hátam mögé tartom, így nyújtott karral. Körülbelül 1 méterre lehet most a számtól, én meg előre felé beszélek. Akkor ismét elkezdek egy tesztet. Most felerősítettem a kormányra a kamerát. Én meg most így a nyergen ülök, tehát így ahogy az ember általában biciklizni szokott. Sajnos már elég sötét van. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a kép is. Hát a hangból nem tudom, hogy így most mennyi lehet majd hallani. Húzzuk le! Mondja, most megyek 35-tel. Csatorna felé is elmentem. Ez még mindig. Nem tudom, a szélzajtól hallatszik-e a hangom. Azt akartam mondani, hogy december 7-e van, a 8. Most megyek 60-nal. Hát, hogy egy közelebb jövök, így hallatszik a hangom. Az előbb 60-nal mentem. Nem tudom, milyen szélzaj volt. Rendőrön is átmentem. Mondjuk ez csak igazából így a rázkódás teszt miatt. Ó, de jó nyálkás az út. Amíg valut itt most magam elé zavarom. Valamit lássunk is a felvétele. Széles volt a... Ó, basszus, 60-nal jöttem.
hogy le se kellett hasalnom. Közelebb hajoltam a kamerához, így egész lent van a fejem a kormánynál. Most megyünk 44-jel. 45. Az a baj, most már olyan hideg van így lefelé, mindjárt lefagy az arcom. Ahogy a ábra is mutatta. Balú neki áll előzni az autót. Lehet, hogy én is. Sőt, biztos. Hogy állt már a kanyarodó? Felgyorsultam 40-re. Hát nem túl stabil most ez a kamera felfogatás, mert épp úgy csak így kézzel oda tudtam szorítani. Hát bízom benne, hogy most így behallatszik a hangom, igazából közel hajoltam a kamerához. Nem volt nagy ügy lefelé ez most. Na, én most megint úgy beszélek, mintha rendesen ülök a biciklin. Hát egy ilyen fél méter lehet a számtól a kamera. Illamos sín. Mondjuk ez egész jó volt. Mindjárt leszedem a kormányról a kamerát, aztán a bicikli úton majd kicsit forgatom. Ez volt a sínteszt. Na itt leműltem a bicikliről. Na most akkor ismét kezembe fogom a kamerát. Ott a város. Ugye a bringa úton kipróbáljuk. Na egész leteszem egy kicsit távolabb magamtól. Széllel szembe megyünk. Úgyhogy szélzaj most biztos, hogy van. Na, 19-el megyek éppen. Most egy van a kormány közepén a kamera. Elfordítom balra. Megmutatom balut. Akkor kapta? Ja, igen. Valóban nagyon ízlett a Dr. Pepper, de nagyon hálás is Kovrankónak, hogy
erre felhívta a figyelmét, hogy milyen fasza. Azt visszafordítom egyenesbe, még mindig itt van a kormány közepén. Én meg egy ilyen, hát nagyjából fél méterre a mikrofontól. De a jobb oldalon semmilyen látnivaló nincs, de elfordítom a kamerátokra. Vissza egyenesbe. Felteszem most ide a fejem tetejére, mintha sisakon lenne. Aztán a sakkot is elfordítom balra. Ez meg jobbra. A fejemet közben egyenesen hagytam, mert ha mondjuk, hogyha sisakon van, akkor ugye fordul a kamerával együtt. Egy jobbra a balra. Hát most így igazából ennyi. Nekem vissza kellene vennem most a kesztyűt, mert lefagyott a kezem. Vagyok az a vicces ezzel a kis kínai szarral, hogy jól előbb feltápászkodik a rendszer, mint a 100.000 forintos fényképezőgépemen. Most csinálok egy alagút tesztet is. Visszarakom ide kb. A kormány magasságába a kamerát. Sajnos nem merem kesztyűbe fogni, mert kicsúszik a kesztyűmből. Viszont így meg 6 fok van, ugye lefagy a kezem. Jön az alagút teszt. Nyilván a kerékpár után kell kolbászolni. Ha kolbászoltak volna. Ja, mondjuk tényleg átvettünk volna. Na mindegy, szálljunk erre. Most azt mondja, 16-17-tel megyünk. Enyhe szembeszélbe. Pestieknek biztos feltűnik, hogy abszolút is biciklis forgalom itt a Bringa úton. Nem is értem, hogy miért. Nyáron ugye moccanni se lehet itt. Bal oldalon a parlament. Most is egy ilyen fél méterre van a számtól a kamera. Ilyen 45 fokos szögbe fordíthattam el az egyeneshez képest. Hát csak meg kell próbálnom kesztyűbe tartani, mert most már lefagyott a kezem. Egy kicsi kijelzőjén egyébként egész jó a kép. Majd kíváncsi leszek számítógépen, mi látszik. De hát ugye itt most egész jól ki is van világítva. Még egyszer csinálok egy ilyen balra tesztet, tartom egy ilyen fél méterre most. Na, elfordítom most jobbra is, most már itt is van valami. Aj, András úton kéne végigmenni. Menjünk el Hősök terére.
Legalább látványosabb ez talán. Ugye most már hangügyileg tök mindegy, már szerintem kipróbáltam mindent. Na még egyszer a parlament. Hát fura ilyen forgalomban biciklizni, hogy majdnem nulla a forgalom, biciklis forgalom. Várj, akkor Lánchidon kéne átmennünk. Mondjuk azt utálom meg, igazából nem is ajánlom egyik biciklisnek se. De talán tilos is a biciklizés. Na jó, még az adrásírra felszerelem a kormányra, aztán megnézzük, hogy ott mennyire veszi a hangomat. Hogy még megpróbálom, így most teljesen a számnál van. Így biztos, hogy jobban behallatszik az egész. Na, erre megy a határ. Na jó van, elteszem, mert kicsit melegítem a kezemet is. Na, visszaszerelem a kormányra a kamerát. Amúgy most nem tudom, hogy mi látszik. Hát, hogy nem sok, egy ilyen kis tartója van. Majd otthon csinálok egy jó felvételt. Ahogy ennyi volt a felszerelése, ha már fel van, fent van a kormányon a bilincs. Szívtam a gyalogosok miatt. Hát ezért rossz itt biciklizni. Így most a forgalom zaját tudjuk teszteni, most épp 8-al megyünk. Úgyhogy most nincs fél zaj. Most már 15-tel. Balra pötékel egy busz. Hát jóval gyorsabbak vagyunk most, mint a közúti forgalom. Egyébként a hídon közlekedő gyalogosoknak a 99%-a biztos, hogy külföldi. A 1% mi voltunk valóban szerintem. Szóval a sityakja volt a néninek. Ugrass ki az útra! Menjünk erre, mert... egy kicsit pofátlannak és erőszakosnak kell lenni, hogyha az ember oda is akar valahova érni. Basszus, mekkora egy dög BMW. Majd meg is szívtam tőle.
egyedül látom előre húzott. Hogy én is azt teszem. Még egy kis alagút tesz féleség. Andrássy út karácsonyi tisztvilágításba. Én mindig egy olyan fél méterre vagyok a kamerától, most a forgalom zaja hangja el a hangomat. Úgyhogy kiegyenesítem, mert mind a Ferdél lenne fönt. Szerintem menjünk egy olyan 25-tel, és akkor meglátjuk a szélzaj mennyire befolyásolja. Több rakót többet szokott tenni. Kérjünk utóbb. De aztán van megy. Megint itt egy jó fejautós a mikroautót. De nem szőke, hogy ez barna nő volt, nem? Ennél csak 22. Ó, Porsche. Ó, de jól néz ki ez a kivilágítás. Attól belátszik a kamerába itt jobb oldalt. Ó, de elhúzott velük. Egyébként talán ilyen normál hangerővel beszélhetek most. Talán picit hangosabban a sebességvámor miatt. Opera bal oldalon. Aztán egy gyors végtesz. Most itt tartom a következő lámpáig. Van forgalom.
Egyébként vasárnap van. Vasárnap este fél hat körül járhat az idő. Hát kéne valamit. Be kéne kapnom valamit. Vagy kaphatunk. De még átérünk. Persze, megyünk. Jobbról. Budapest bár. Ezen is átérünk. Igazából ezekhez a kereszteződésekhez simán tehetnének egy lámpát, hogy kivéve kerékpára, mert biciklivel nem sok értelmét látom itt megállni, akkor a gyalogosok ugyanebben az irányba mehetnek. Hát autóval nyilván van értelme elütni az autók vagy a gyalogosokat. Még bemutattam, hogy hogy volt rögzítve a biciklin a sportkamera. Nekem van egy ilyen piros bilincsem, igaz? Ezt is eBay-ről rendeltem Kínából. Ez talán stabilabb rögzítést tesz lehetővé, mint a gyárilag hozzáadnak. És akkor itt rögzítettem fel ezt a műanyag vackot. Hát ami mondjuk ilyen szinten mozog, és egy kicsit kotyog is. Ebbe kell csak így bepattintani a kamerát. Így ki tudom kerülni, hogy a buvártokba kelljen tenni. És akkor így talán van hang. Kép is talán picit jobb. Ilyen dobozban szállítják ki a terméket. És akkor ki is nyitom, hogy mi van a dobozban. Szórva a földre, ezek vannak benne. Delivery note. Egy ilyen tépőzáros, hát mi ez, szalag, ami már el is szakadt, azt hiszem első használatkor. Akkor ez egy ilyen matricaszerűség, ilyen kétoldalas tapasztható. Hát azért erre se bíznám rá a kamerát. Sisakra esetleg fel lehet ezzel is rögzíteni. A szemed is kuka. Ez egy ilyen tapadó korongos tartó, hogyha valaki autóba akarja használni. Akkor hát ilyen gyorsszorító bilincsek. Egy kézikönyv. Ahogy egyébként az a vicces, hogy sehol nem hivatkoz ezt az SE 1000-es számot, kivéve az eBay. Se a dobozán, se ezen a kézikönyvben nincs rajta, hogy ez az SE 1000-es típus lenne. Igazából semmilyen márkajelzés nincs sem a kamerán, sem a dobozán. Van hozzá egy vizálótok. Itt igen, ez szakadt ki. Ez a menetes anya. Úgyhogy ezt már nem tudom felrögzíteni a kormányra. Viszont jó hír, hogy 2000 forintot jóváírtak a számlából, megreklamáltuk és elismerték a hibát. Még egy kis tapadókorong, vagy mi ez, ragasztó, törlőkendő, egy hálózati töltő, itt a USB csatlakozója, hát igazából egy telefon töltő.
Aztán van hozzá egy ilyen szivargyújtó töltő autóhoz, ha valaki autóban akarja használni. Egy ilyen kis gumi vízbasz a bilincs alá. Igen. Hát ezzel kellene feltenni a kormányra. Na most, aki ezt megint kitalálta, se volt százas. Hát, tök magas építményre kellene feltenni a kamerát, még jó, hogy berezonál, meg le is törik. Úgyhogy használhatatlan. Hát, ez talán még így egész hasznosnak néz ki. Így fel lehet csiptetni ruhára. Mondjuk ezzel még nem próbáltam a kamerát. Hát, hogy ezzel is érdemes lenne egy próbát tenni. Aztán hát az sisakra valahogy fel lehetne rögzíteni, szerintem ebbe kellene búvártokot tenni. Valahogy. Nem, ennek sincs sok értelme. Hát ez is biztos valami hasonló lehet. Szintén. Azt mondja, vannak itt csavarok, kis csavarhúzóval. Van akkor egy ilyen tépőzáras szalag, vagy heveder, ugye, amiről leszakadt az a fül. A lacskók. Hát igazából ennyi van a dobozban. Hát eBay-en rákerestem erre a kamerára. Itt írják, hogy ez SE 1000-es. Ez az, ami se a dobozán, sem a készüléken nincs rajt. Azt írják itt például ennél, hogy 17.000 forint. Azt mondja, van belőle többfajta szín is. A kis búvártokban van. Most itt egy fehér. Vannak tesztvideók. Azt mondja, itt másfél szoros kijelzője van. Videófelbontás, ugye Full HD 1920x1080. Van kisebb felbontás, a kis legkisebb 640x480. Videótömörítéshez ezt a H2.64-et használja. Én próbáltam 32 GB-s kártyával, működik. Azt mondja, hogy akkumulátor, webkameraként is használható. USB 2, PC kamera, kivehető akkumulátor. Hát ez az, amit így nagyjából tud. Na, a fotót is tud. 12 millió pixeles. Hát a fényképezőm azért abból jobbat csinál. Még mi van itt? 102 gram. Akkumulátorral együtt. Akkumulátor 1100 mAh órás. Na, mire lehet használni? Búvárkodáshoz, biciklizéshez, hegymászáshoz, szörfözéshez, síeléshez, skateboarding, jacht. Hát mondjuk, akinek ilyen jachtra futja, valószínűleg egy külön operatőre is futja. Siklóernyőzni. Egy autós használatot láthatunk. Hát egy futásnál, vagy nem tudom, mit csinálhat a bácsi. Valószínűleg futás közben akarja itt használni a kamerát. Hát nem tudom azért ott milyen képe van. Na, itt van a csodaszerkentyű, amit bicikli kormányra kell felszerelni. Hát ez az, ami agymenés. Tehát nem értem, miért kellett ilyen magasra építeni az egészet. Ez az, ami el is tört egyébként. Első használatkor. Itt van 1,44-es a kijelző, ez a hátoldal, itt láthatunk. Igen, így néz ki kézbe. Nagyon sok gomb nincs rajt, igazából nincs is rá szükség. Van rajt HDMI csatlakozó, itt egy USB. Nem tudom, bekapcsoló gomb, menü, memóriakártya, hely. Ja, hogy ez a mikrofonja itt az elején. Egy ilyen, egy kis gombos tűfelnyíjuk. Az alatta lévő az a hangszórói, mert vissza lehet rajt nézni a felvételt. A búvártok. Hát ez is egy érdekes alkalmazás. Itt vannak a kiegészítők. Ezeket be is mutattam. A nagy részét ki lehet dobni a kukába.
autós töltő, tartó. Ez van benne a csomagban. Ezt adják a kamerához. És így néz ki itt a doboza. Hát akkor már csinálok a kameráról is egy felvételt. Így néz ki, kézbefogva. Itt hátul van egy LCD kijelzője. Itt oldalt a bekapcsoló gomb, úgyhogy be is kapcsolom. Kicsit csipog, és igazából indítható is lenne a felvétel. Ide most berakom a betartóba. Hát így ennyi a felszerelése. Mondjuk az a baj, hogy a LCD kijelzőt igazából kitakarja a tartó maga. Úgyhogy így néz ki a biciklin. Tudj, ennek a kamerának is ugyanaz a lenni a problémája, mint az összes többinek, hogy oldalra tartva belefúj a szél a mikrofonba, eléggé zavaró is néha a szélzaj, ha oldalra tartom. Viszont itt szemből nagyon jó. Szinte alig hallani szélzajt. Úgyhogy hát nem tudom, mindenki dönts el, hogy érdemes ezért a kameráért egy olyan 20 ezer forintot megreszkírozni, vagy nem. Hát akkor még a fájlokról néhány szó, amiket létrehoz a kamera. Hát ilyen érdekes módon, ilyen fura nevű mappákba pakolja. Azt mondja, az előbb felvettem 4 percet, az majdnem 500 megabájt. Így van, 4 perc, 12 másodperc. Hát 479 megabájt. Tehát zabálja a helyet rendesen. Adott sebesség majdnem 15.000 kilobit per szekundum. Ez Full HD felbontással, 30 képkocka per másodperc. Igen, csak mono hangja van. Hát egy nagyjából ennyi, amit érdemes ezekről tudni. A videószerkesztő programom, a Pinnacle Studio, az tökéletesen kezeli ezeket a fájlokat.